mai műsorunk tartalmából. Elsőre is sikeres volt a Viator túra. Vereség az alsóházi rangadón. Hatan kaptak Viator sportösztöndíjat. Tataváros önkormányzata kiemelten kezeli a sportot. Ez abból is látszik, hogy az utóbbi években több komoly sportberuházás történt a városban. Több sportegyesület kiemelt támogatást kap, de pályázati forrásból is részesednek sokan. Februárban a díjátadón több mint 300 sportoló, edző, testnevelő kapott elismerést, a legkiválóbbak pedig május 15-én vehették át a Viator sportösztöndíjat. Mindig el szoktuk mondani, hogy 4000 igazolt sportoló dolgozik a városban, edz és versenyez, és megszámlálhatatlanuk azoknak a száma, akik pedig egyénileg sportolnak valamit. Legtöbben ugye futnak, vagy sétálnak, gyalogolnak, kerékpároznak. És egy önkormányzatnak mi lehet a fontos, mint az, hogy erre folyamatos bíztatást adjon, és ehhez a körülményeket is biztosítsa. Nagy-nagy öröm, hogy a városban nagyon sok olyan sportlétesítményt hoztunk létre az elmúlt években, ami sokaknak a sportolását teszi lehetővé. Új futballpályákat építettünk, kis gruntpályákat építettünk, ugye sportcsarnokot most már hosszabb ideje tudjuk használni, a jégpályát folyamatosan minden évben beüzemeljük, a tanúszodánkat szintén az önkormányzat komoly anyagi teherviselése mellett a gyerekeinknek biztosítani tudtuk ebben az esztendőben is. A Vaszari iskolában egy új tornaterem épült, az udvaron új sportpálya épült, most csak a fizikai fejlesztéseket soroltam föl, és ez mellett pedig 31 nehány sportegyesületbe, közel 40 sportágban versenyeznek a tataiak, és ahogy már februárban tapasztalhatták a tataiak, több mint 300-an kaptak elismerést azért, hogy tavalyi esztendőben milyen komoly eredményeket értek el nemzetközi vagy országos versenyen. Nagy öröm az is, hogy a parasportolókat is külön odafigyelés illeti, és így például örülök annak, hogy az idei triatlonon például egy para világkupa jön Tatára, ami megerősít abban bennünket, hogy a fogyatékossággal küzdő személyeknek is meg kell találnunk az eszközeinket, hogy mi az, ahogy tudunk nekik is segíteni a minél nagyobb sportban, sportolásban. És ezért egy szép alkalom minden évben, amikor a Viator sportösztöndíj nyerteseinek is kioszthatjuk a díjukat. Most egy kicsit átvariáltuk a Viator sportösztöndíjunkat, amelyet évente 6 személy nyerhet el, és úgy változtattunk a korábbiakon, hogy havi ösztöndíjnak az összege 18 év alattiaknál 50 000 forint, és a válogatott, kiemelkedő eredményeket elérő 18 év feletti személyeknél pedig 150 000 forintra emeltük a havi ösztöndíj összegét. Először vehette át az ösztöndíjról szóló oklevelet a kajakozó Gábor Tímea és a sakkozó Pásztor Balázs. Tími serdülő válogatott többszörös magyar bajnok, míg Balázs a sakkolimpiára készül. Gondolom azért ezen a napon is van edzés, délelőtt már túl vagy rajta? Nem, ma délelőtt nem volt edzés, hál' Istennek, de délután igen lesz. Mi lesz az adag, mit tudsz róla? Hát ezt még nem tudom, de valami hosszúra készülök, mivel hétvégén lesz a maraton magyar bajnokság. Éppen ezt akartam kérdezni, hogy hogy néz ki ez az éved eddig? Hát eddig egyébként egész jól sikerült. Voltunk egy ifjúsági tájékoztató versenyen, és döntőbe sikerült jutni, úgyhogy én még csak serdülő vagyok, úgyhogy ez egészen jó eredmény. Úgyhogy reméljük az elkövetkezendő hetekben is így fogok szerepelni. Ezek szerint akkor a felkészülésed az rendben volt, se sérülés, se betegség? Igen, hál' Istennek nem volt se sérülés, se betegség, úgyhogy zökkenőmentes volt. Ti vezettek edzésnaplót magatoknak? Nem, én nem vezetek edzésnaplót, de egyébként volt egy időszak, amikor gondolkoztam rajta, de aztán elvetettem az ötletet. Ez abból jött a kérdés, mert akartam kérdezni, hogy hány kilométert mentél esetleg ebbe az évbe, tudod-e? Nem tudom, viszont azt tudom, hogy le vagyunk maradva egy kicsit kilométerben, úgyhogy volt mit behozni évelején a többiekhez képest, de hál' Istennek sikerült. Maratoni bajnokságra milyen sanszokkal mész? Hát mindenféleképpen 1-6-ba szeretnék lenni, de a dobogó még jobb lenne.
már tekintve, hogy 15 kilométert kell menni, és nem a kedvenc távom, ezért az 1-6-tól is megelégednék, de dobogó. Inkább meleget szeretnél, vagy ilyen borongós esős időt? Hát a meleg az jobb lenne, mert én versenyeztem már úgy maratonon, hogy ilyen borongós idő volt, és nem volt jó. Ugye most maratonbajnokság, aztán mi lesz a következő, amire nagyon készülsz? Hát a következő az rögtön rá egy hétre lesz az ifjúsági válogató verseny. Az nagyon fontos lenne, hogy ott jól szerepeljek, mert ugye ott látja a szövetségi kapitány is, mindenki ott lesz, úgyhogy ez fontos lesz. Milyen hajóra kell odafigyelned a válogatón? Párosra, egyesre, négyesre? Hát én a válogatón egyesbe és párosba fogok indulni. K1 500 méteren és K1 1000 méteren, illetve K2 500 méteren egy K-s is lánnyal. Sokkozó még nem kapott ösztöndíjat, Pásztor Balázs az első. Milyen éved van most? Most nehéz, vagy olimpia éve van sakkból is, érettség, úgyhogy most minden összejött, de egyenlőre sikeres. Melyik a nagyobb stressz, az érettségi vagy az olimpiára készülődés? Az olimpia, most érettségi teszt, tehát még egyetem az nem biztos, lehet, hogy még halasztok is, hogyha egy olimpiára most a... És milyen sanszod van az olimpiára? Szerintem elég jó most így tartaléknak, tehát így 5. helyet van a küzdelem, nálam legalábbis. Mit jelent egy sakkozónak a, mondjuk egy olimpiai felkészülés? Napi hány órát, vagy milyen jellegű? Tehát, hogy edzővel is sokat, tehát nagymester edzőkkel, egyedül is rengeteg munka, tehát ilyen napi 6-8 óra, így átlagosan, tehát egy sportból is figyelni kell, hogy testmozgás legyen elég. Éppen ezt akarom kérdezni, hogy gyakorlatilag itt az ülést kell megszokni, nem a fizikai erőnlétet, viszont ehhez is azért valamilyen fizikai felkészülés kell? Igen, a fizikai felkészülés nagyon fontos, meg a mentális, és ebbe vagyok most a legkevésbé felkészült egyenlőre. Mi a legnagyobb teher ilyenkor, mondjuk egy versenyen? A fizikai megterhelés, tehát az, hogy napi mit, hány órát kell ülni, vagy fejbe, hogy napi hány órát kell odafigyelni? Szerintem inkább ez a mentális, meg a stresszelés számomra legalábbis. Tehát, hogy a terhelést azt már megszoktam, hogy a versenyeket, de még az esélyességet, ez még nem teljesen. Mi volt eddig a leghosszabb parti, amit játszottál? Szerintem nagyjából ilyen 6,5 órás körülbelül. Atya Isten, ez azért az kemény dolog. Ugye olimpia itt is a legnagyobb sportesemény, ugye volt már olimpiai bajnokság csapatunk, stb. Most milyen esélye van a csapatnak? Szerintem megnyerésre nem a legnagyobb, de minél jobban szeretnénk szerepelni. És most is a ifi csapatba kerülnénk bele, tehát hogy nem a fő csapatba. Első látásra tölékeny kislánynak néz ki Pápa és Stella, ám sportágában a dzsúdóban igen kemény hölgy. Válogatott kerettag, 6-szoros magyar bajnok, és ebben az évben már komoly nemzetközi versenyeken is helytáll. Valamilyen szinten elég zaklatott éved van, hogy valahányszor beszélünk, mindig azt mondod, hogy most éppen ilyen betegség, ilyen sérülés, ez most akkor elég nyűgös év. Hát igen, nagyon az volt eddig. Ez adódik abból, hogy esetleg több a munka, amit ebben az évben végzel, és ebből is adódik? Hát szerintem van hozzá köze, igen. Azért elég sokat járok versenyekre most. Igen, azt hallottam, hogy most sorozatban járod itt akár az edzőtáborokat is. Van, ami tetszik, van, ami nem tetszik. Hogy érzed magad egyébként? Bár most is úgy tudom, hogy azért nem a legegészségesebb vagy. Hát igen, most is egy kicsit úgy lábatozok, de így versenyek szintén néha sok. Lábadozol, de hát most gyorsan kell lábadoznod, mert úgy tudom, hogy hétvégén is nagy verseny lesz. Igen, igen. Most hétvégén lesz egy Európa Kupa Lengyelországban. Most oda nagyon fel kell készülni. Már több ilyen versenyen is voltam. Milyen eredményeid vannak? Hát eddig talán 3-szor voltam. 2-szor voltam 9. és egyszer lettem 5. Ugye ez az első évet, hogy nemzetközi szinten megméretted így magad. Elégedett vagy magaddal? Vagy csak halkan kérdem, mert edződ itt van, hogy ő mennyire elégedett veled?
Hát én magammal elégedett vagyok, és szerintem ő is. Az a munka, amit végeztél, az körülbelül erre elég, és még több munka kell ahhoz, hogy mondjuk a hatba azért ott legyél mindig. Hát azért ez is elég sok munka kell ehhez, és szerintem még több munka fog majd kelleni. Évek óta ott vannak az ösztöndíjasok között a város legsikeresebb sportolói, a hídvégi testvérek, Hunor és Zalán. Tehetségük, szorgalmuk már több világbajnoki, Európa-bajnoki érmet hozott. Mondhatjuk, hogy rutinos ösztöndíjasok vagytok, hiszen már nem először részesültek ebbe az elismerésbe, de ehhez kellettek az eredmények is. Ez az év nehezebb volt, mint az előző? Igen, nekem azt kell, hogy mondjam, hogy nehezebb volt, mivel 23-as korosztályban most léptem bele, és egy erős mezőnybe értem el ezeket az eredményeket, de szerencsére jól kijött a lépés, én úgy érzem. És ez az év, mert ugye mindig azt mondják, hogy nem biztos, hogy az első a legnehezebb, hanem a második talán. Én most úgy érzem, hogy talán a második már könnyebb lesz, szerintem jó formában vagyok, és remélem, hogy ezeket a tavalyi eredményeket még überelni fogom tudni ebben az évben. Mi az, amire számítasz, ami benned van, hogy el kell érni? Világbajnokságra mindenképpen ki szeretnék jutni, és dobogon szeretnék végezni. Az ifi mezőnyt te most már nagyon jól ismered, hiszen ebben már tényleg rutinos vagy. Neked mi a legfőbb célod ebben az évben? A legfőbb célom az, hogy egyesben minél jobban teljesítsek, és hogy egyesben is kijussak világversenyre. Emellett a négyes és a páros is nagy figyelmet kap ebbe az évbe. Igazából minél több számba szeretnék nagyon kimagasló eredményeket elérni, és minél több számba szeretnék szerepelni a világversenyeken. Tudom, hogy a kapitány az mindig azt mondja, hogy nehéz eldönteni, hogy ki hány számot vállalhat. Össze tud jönni úgy, hogy egyszerre akár mind a hármat tudod vállalni? Erre van egy szabályzat a szövetségnek, de különleges helyzetekben akár ezeket át lehet húzni, ezeket a szabályokat, és hát nagyon bizakodok benne, hogy az idei ez egy ilyen különleges eset lesz a számomra, és nagyon bizakodva állok az év elé. Ugye már túl vagytok néhány versenyen válogatón, hogy sikerültek? Egy versenyem volt az idén, egyes mentem, 500 méter egyest, sikerült megnyerni. Ez egy magyar bajnokságnak nevezhető verseny volt, és tényleg azt érzem, hogy jó formát tudtam nyújtani, ezt a formát kell tovább vinni arra az évre. Eddig női vívók szerepeltek az ösztöndíjat elnyerők listáján, most viszont egy magasságával is kitűnő srác képviselte a sportágat. Teljesen megérdemelten vehett át az oklevelet Keresztes Ádám, aki Európa-bajnokságon, világbajnokságon érmekkel térhetett haza. Amikor évelején beszélgettünk, akkor már jelezted, hogy azért elég kemény év elé nézel, azóta is így gondolod? Igen, de szerencsére én úgy gondolom, hogy sikerült minden téren elérni azt, amit szerettem volna, hiszen elsőként a vívásban is, ugye tavaly én ekkor ezt tűztem ki célul, hogy a Európai Világbajnokságon is lehessek résztvevő, mint a magyar csapat tagja, ezt sikerült is elérni. Nyilván itt van bennem egy kis hiányérzet, hogy sajnos érmet nem sikerült nyerni, főleg ez a VB negyedik hely szúrja nagyon az oldalamat egy kicsit, viszont ugyanakkor örülök, hogy ezt elértem, ez szerintem egy nagyon jó teljesítmény, és emellett a iskolában az érettségin is nagy részén most már túl vagyok szerencsére. Mennyire stresszeltél az érettségén, vagy inkább a versenyen szoktál stresszelni? Abban azt mondom, örültem, hogy mind a kettő volt, hogy igazából tudtam erre is és arra is fókuszálni, így nem kellett feltétlenül az egyikre rá stresszelnem nagyon. Nyilván, amikor közeledett mondjuk a világbajnokság vagy az érettségi, folyamatosan ez volt a középpontban, de azt gondolom, hogy ezt egy normális szinten tudtam tartani, tehát nem gondoltam túl a dolgokat. Most már csak tanulni kell a szóbelire, és edzéseket hogy tudod összerakni? Hát igen, most még ilyen szóbelékre, de most így azért jóval több szabadidőm van így, hogy most már iskolában nem kell járni, így a végzős évfolyamon. Viszont
azért így is minél több edzést próbálok beletenni, mert itt az év végén még nekünk vannak fontos versenyeink a következő szezonra, de ugyanakkor szerencsére edzőtáborblokkba is meghívtak a felnőttekhez, úgyhogy jól sikerült az év vége is. A továbbiakban. Vereség az alsóházi rangadón. Elsőre is sikeres volt a Viator tagatúra. Május 11-én korán volt ébresztő azoknak, akik a Viator Tata teljesítmény túrán a leghosszabb távot választották. Számukra 7 órakor volt a rajt. Rajtuk kívül a szervezők keltek korán, hiszen nekik be is kellett rendezni a túraközpontot. Ahogy közeledett az indulóidő, egyre többen jöttek. Hogy szánta rá magát erre a túrára? Hát Isten igazából én most már jövőre ez 30 éve, hogy túrázok, és ez egy új túra, új lehetőség, ismerem a környéket, vannak olyan szakaszok mondjuk, amit még nem jártam be, és ez érdekel engem. Kihívás. Direkt az 50 kilométert választottam? Igen. Én mindig, hogyha ha lehet választani, akkor a jobb távot választom. Mi volt eddig a leghosszabb? Hát az arra kicsit büszke is vagyok, mert 2000-ben volt egy Szent István emléktúra, a jubileumi emléktúra volt, és 250 kilométert gyalogoltam. Úgyhogy mennyi idő alatt? 64 óra 31 perc alatt legyalogoltam, úgyhogy erre vagyok a legbüszkébb. És mennyi időt tudsz állni a túrázásra? Hát olyan havonta egy-két alkalommal szoktam eljárni túrázni. Tehát azért úgy mondhatnám, hogy rendszerességgel azért túrázok. Hát nagyon fel vannak készülve, úgy tűnik, ez az 50 kilométernek szól? Igen, de mi túrázók vagyunk, és hosszú távokat is túrázunk, hogy most ez az 55-re nagyobbra próbálunk, vagy nem próbálunk, meg is csináljuk. Hogy esett a választás, vagy direkt erre a nagy távra vállalkoztak? Igen, direkt. A választás leginkább azért esett erre a túrára, mert a Gerecsén azon részein megy, több mint a fél távon, amit kevésbé látogatnak túrák, tehát szervezett teljesítménytúrák. Gondolok itt Szomód, Dunalmás, Neszmély, akkor visszafele a Hilltop, Dunaszent Miklós, a Sütő-Tardosi út, hát majdnem elmegyünk a Lomkoron tanösvényig is, akkor most hivatalosan bemertünk a Tardosi kőbányába, hát idáig csak mikor kék túráztunk, akkor beszöktünk, megnéztük hétvégén, most körül is nézhetünk ott a Vörösmárvány bányába. Látva a felszerelés, meg ahogy mondta, hogy rutinos túrázók, ez mit jelent? Úgyhogy minden hétvégén megyünk túrázni, az egész országba járunk. Már sokfele minden hegy, tényleg sok helyen voltunk. Számolják a kilométereket? Igen. Mennyinél tartanak? Hát az igazság, hogy most nem tudom megmondani így, de az egész eddig itt, amit, mert 11 éve túrázunk. Sok, nem tudom mennyi. Az összeset nem tudom én se. Hát idén on 400-500 kilométer között vagyunk. És mi volt a leghosszabb, amit egyfolytában megtettek? Hát nekem a Kinizsi 100 volt a leghosszabb, amit egyfolytában megtettem. 3 alkalommal már sikerült. A nejem, őre büszke vagyok, mondjad? Hát én 5-ször csináltam meg tavaly a Kinizsit, 5-ször, de nekem a Rocky a 130 volt a legtöbb. A teljesítmény túrán 3 távot lehetett választani. A legrövidebb 15 kilométer, aztán 25, és a leghosszabb 55 kilométer volt. A hosszabb távot választók a fényes tanösvényt is útba ejthették. Nem tudom, a szervező ilyenkor még izgul, vagy már túl vagy rajta, hogy mindjárt indul az első táv? Még izgulok, majd akkor fogok megnyugodni, hogyha este minden rendben van, és mindenki bejött a célba. Ugye múltkor, amikor beszélgettünk, akkor 300 köré vártad a részvevők számát, most hogy álltok? Hát most úgy állunk, hogy összesen 270 nevezőnk van, meg lehet helyszínen is nevezni, úgyhogy bízom benne, hogy azért elérjük a 300-at. Mennyien segítenek ebben, mert azért ez sok ember kell. Igen, az ilyen családi, baráti segítséggel állt össze a dolog. Kb. 35 ember dolgozik azon ma, hogy itt minden rendben legyen. Mikor kezdtetek és mikor fogtok végezni? Hát igazából egész héten csináltuk, úgyhogy befejezni meg szerintem majd holnap fogjuk igazából, amikor mindent visszapakoltunk, hogy ez a hét ez egy ilyen non-stop hétre sikerült. A távok úgy lettek összeállítva, hogy akár családok, gyerekekkel is teljesíthették a legrövidebbet,
de a hosszú távra már készülni kellett. Az 55 kilométeren indulók egyszerre vághattak neki, Tóth Miklós ismertetője után, de Mihály József polgármester is köszöntötte a résztvevőket. Viátor Tata túra a neve, ezek szerint úgy tűnik, hogy amellett, hogy azt mondjuk, hogy Tata sportváros, már az Eszterháziaknál is mondhattuk majdnem ezt. Igen, Eszterházi Miksának a beceneve a Viátor. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az Eszterházi család nem csak jó gazdasági embert, nem csak nagyszerű művész, pártoló és művész embereket hozott ide Tatára, adott Tatának, hanem igazi sportembert is, hiszen Eszterházi Miksa a Viátor, a magyar atlétika megteremtőjeként is ismert, és sok-sok olyan sportágat is pártolt és támogatott, amellyel Tatát is és Magyarországot is gazdagított, a Magyar Olimpiai Bizottság alapító tagjaként is emlegetjük őt. Szóval nagyon jó és nagyon örülök, hogy róla is elnevezve egy olyan új teljesítménytúra, egy olyan sport jött be a városunkba, amely tulajdonképpen megvolt, hiszen a környékbeli városokkal, közösségekkel együttműködve a futás mellett a gyaloglás is, a teljesítménytúra is már megjelent, de ez most egy igazi tatai teljesítménytúra. Nem csak tataiaknak, úgyhogy így azt gondolom, hogy méltó emléket állítottak a szervezők a Viátornak, és nagyon örülök annak, hogy már az első alkalommal ilyen nagy létszámban jelentkeztek a teljesítménytúra teljesítői, és mindazok, akik ennek a segítésére, vagy ennek a programnak a megvalósítására is önkéntesként bekapcsolódtak, hálásan köszönjük nekik is, úgyhogy hajrá Viátor! Éljen a gyaloglás, és élvezzük azt, hogy Tatán nem csak futni lehet, hanem egyszerű gyaloglással is ki lehet venni a részünket ebből a szép sportágból, és abból, hogy a természet csodáit élvezhetjük. Gyaloglás közben talán még jobban is tudjuk, és hát rögtön az új körforgalomnál átkanyarodva a fényes felé egy igazán méltó fogadtatás is találja azokat, akik ma részt vesznek ezen a túrán. Az U17-es korosztály regionális labdarúgó bajnokságának középnyugati csoportjában az alsóházban rangadóra került sor. Az esélyen álló Csákvár látogatott a három ponttal mögötte második helyen álló Tachhoz. Szinte nyári kánikulában került sor a találkozóra, amelyre lelkes és hangos vendégszurkolók is érkeztek. A mérkőzés elején a vendégek irányították a játékot, többet volt náluk a labda. A tataiak jól megszervezték a védekezést, mindig volt valaki, aki közel tudott lépni a csákváriak akcióinál.
Az első komoly lehetőségük a vendégeknek volt, amikor a védők mögé berúgott labdával Gáspár lépett ki, de Tápai kapus józálta a szöget, így a lövés nem találta el a kaput. A TAC bízott a gyors indításokba, amiből lehettek volna veszélyes helyzetek, de a vendégek jól védekeztek. Egy tatai szöglet után aztán akár a vezetés is megszületetett volna, Barna beívelése után Bodányi fejese a létszent csattant. Aztán ahogy lenni szokott, a kimaradt lehetőség után a vendégek megszerezték a vezetőgólt. A 44. percben kavarodást támadt a hazai kapu előtt, Gáspár forgolódott a védők között, majd sikerült magát tisztára játszani, és középről 8 méterről a kapu közepébe lőtte a csákváriak vezető gólját. Aztán a második félidő forgatókönyve hasonlított az elsőre, többet volt a labda a vendégeknél, de jól védekezett a TAC, és egy-egy gyors ellentámadással veszélyeztették a vendégek kapuját. Mindkét oldalon jól védtek a kapusok, Tápainak és a csákváriaknál Nagynak is többször játékba kellett avatkozni. Aztán egy újabb hazai védelmi hiba után növelt előnyét a Csákvár. A 78. percben a tataiak eladták a labdát a 16-os előtt, amiből apró kicsit balról, 10 méterről a bal sarokba lőtte a labdát, 0-2. Az akciónál Barna a hazaiak védője megsérült, lesántikált a pályáról, és mivel már nem volt több csere lehetőség, a TAC 10 emberrel fejezte be a meccset. Nagy küzdelemben végül talán mondhatjuk, hogy a Csákvár megérdemelte a győzelmet és a 3 pontot, ezzel meg is nyerte az alsóházat. Igazi rangadó volt, ugye már 2 döntetlen után csaptatok össze megint. Várató volt ez a játék, direkt választottad ezt, hogy inkább a gyors embereitekre hagyatkoztuk? Természetesen 3 kulcsjátékosunk hiányzott, úgyhogy igyekeztünk az ő hiányukat megoldani, és úgy gondolom, hogy a csapat mindent megtett annak érdekében, hogy sikeresek legyünk. Helyzeteink megvoltak, de ma jobban használta ki az ellenfél a helyzeteit. Igen, erre mondják, hogy utolsó passzok hiányoztak, és néha, mintha talán az erőszakosság is hiányzott volna. Sajnálom, hogy így alakult a mérkőzés, úgy gondolom, hogy a fiúk mindent megtettek a pályán, ami tőlük telik. Igyekeztek betartani mindent, amit megbeszéltünk, úgyhogy én büszke vagyok a csapatra. Ugye még egy forduló van hátra, de így most már biztos, hogy az alsóház első hely elúszott, de gondolom azért még fontos lesz az utolsó meccs is. Természetesen, hát minden meccsre nyerni megyünk, és azért, hogy amiket gyakorlunk és megbeszélünk, azokat megvalósítsuk a mérkőzéseken. Aztán, hogyha ezzel, amit tanulunk és tudunk már jelen pillanatban, kijön a győzelem is, annak csak pluszba örülünk. Előzetes következő műsorunkból. Olimpikonok Szomódról. Tudósítás a TAC Esztergom labdarúgó mérkőzésről. 91. tófutás.